No, hát a se veled, se nélküled kapcsolatokról fogunk beszélgetni, és hát ki mást hívhattunk volna meg a témában, mint Szabó Krisztiánt és Takács Zsuzsit. Sziasztok! És itt van velünk Makai Gábor, pszichológus is. Jó reggelt, sziasztok! Ma reggel komolyabban egy kicsit. Ma komolyabban? Komolyan néztél most. Ja, nem. Lehet, hogy a téma miatt, nem a téma komolysága miatt, igen. No, hát nagyon komoly. Szóval igazából 5 éve nem tudjuk mi sem, hogy együtt vagytok, vagy külön vagytok, vagy most épp együtt. Mindig tudjuk, hát mindig eljönnek és elmesélik, sőt, valamikor itt vesznek össze előttünk. Igen, sanszos, de mostanában én kompromisszumot tudok kötni, és ezért jobb a kapcsolatunk. Tehát most már bocsánatot, képes vagyok bocsánatot kérni, még ha nem is nagyon szeretném. Mert sokat tanultál a szakításokból? Most már tudom, ki a fontos számomra, és mi a fontos. És szeretnék megállapodni. Megtanultuk igazából megbeszélni a dolgokat, mert szerintem régen azt hiányzott a kapcsolatunkban. Mind a kettőnk bedurcáztunk, és akkor így én arra mentem, meg amarra, és így most inkább már megbeszéljük azt, hogy jó, akkor ez volt a probléma, ezt oldjuk meg, és így könnyebb. Csak nem mindig, tehát ismerjük be, hogy mi is a probléma. Tudjátok, vagy, hogy összesen az 5 év alatt hányszor szakítottatok? Nem sokszor. Hányszor nem inkább. Nem, ez hülyeség. Szakítani egyébként ritkán szakítottunk. Veszekedtünk sokat. Igen. De nem szakítottunk. Egy hosszabb szakításunk volt az most nyáron. De volt olyan, amikor mondjuk veszekedtek, akkor mondjuk ki az, aki utána kicsit engedékenyebb, vagy keresi a másikat? Hát nem nagyon van ilyen. Tehát pont ez az, ami, tehát így mind a ketten egy erős. Makacság, és akkor ez pont ez a nem hívom. Így van. Tehát a nyugodtság az rólam nem elmondható, ő róla sem igazából, de valószínű, hogy ez a titka az 5 évnek, hogy nem unatkozunk egymás mellett. Az de egyébként, hogyha meg úgy van, mind a ketten megyünk a másik felé. 5 éves kapcsolatom a másnak is volt, és békében, nyugodtságban, higgadtságban lett. Ezt nem hiszem el. Nem? Ne, szerintem ez az csak pont 5 évig tartott. Nem, de vannak ilyen kapcsolatok, ja most magadra gondoltam. Nem, nekem még szerintem nem volt. Szerintem a te kapcsolatod sem nem unalmas. Volt. Nekem még nem volt ilyen. Ne? Nekem még az 5 nincs meg. Ja, nincs az 5, hát még Isten adja, hogy meg legyen. Gábor, jót tehet a vita egyébként egy kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy vitában nincsen semmi gond, hogyha ez se veled, se nélküled kapcsolat, azzal már nekem inkább van gondom, mert ez egy érdekes kötődési forma. Tehát, hogy mi pszichológusok erre mondjuk azt, hogy pusztító szerelem, mert hogy olyan magaslatokba tud kerülni a pár, és hirtelen olyan mélységbe, ahol ember legyen a talpán, aki nem sérül, és hogy azt hiszem, hogy a mozgató rugója az ilyen típusú kapcsolatnak, az az ambivalencia, az a kettőség, hogy egyszer elsöprő negatív, egyszer elsöprő pozitív. Tehát a pozitív, akkor lehozom a csillagokat az égről, ha negatív, akkor minden csak nem ember, és hogy kvázi legszeresebben megölöm. Tehát, hogy a baj akkor van... Ez ismerős? Ez ismerős. A baj akkor van, hogyha szélsőségekben mozog a kapcsolat. De ahogy lehozod neki egyébként a csillagokat? Hát igen. Akkor kicsit változom, mert általában én fölviszem oda őket. Lehet, hogy ez a baj. És az egyébként tényleg valóban, de nyilván ez nekem örömet okoz. Tehát én szeretem. Egy darabig. Ne, ez örömet okoz, ha visszakapom a, nem a csillagokat, hanem tehát egy kis hála. Gábor, hogy egy férfi esetében, amikor elveszít egy nőt, legalábbis úgy érzi, hogy elveszítettem, akkor egyfajta birtoklási vágy miatt igazából egy folyamatos versenyben van mondjuk Krisztián magával, és szeretné visszaszerezni? Hát az abszolút. És amikor ott van, akkor pedig megint egy picit szóval, ez egy óriási önértékelés és sérülés a nőnek és a férfinek, és hogyha valaki azt mondja, hogy most szakítsunk. Ha valaki pedig függ a másiktól... Mi azt nem fogalmaztad meg, ennél a durvábbak szoktak. Igen? Ma nagyon jó kedvemben vagyok, de hogy én azt gondolom, hogy sokszor azért marad benne valaki ebben a hullámvasút kapcsolatban, mert hogy azt éli meg, hogy egyedül nem megy, hogy én nem vagyok elég jó, hogy kvázi a másik ember az én kiterjesztett testrészem, a karom vagy a lábam, tehát hogy tulajdonképpen a hullámvasútba azért kerül vissza az ember, mert hogy keresi a biztonságot, ez alapvető szükségletünk a biztonságérzet. Mit tudsz ilyenkor javasolni? Tehát ha valaki ténylegesen szenvedettől, A megoldás az, hogyha önértékelési dilemmám miatt megyek vissza a kapcsolatba, és nem azért, mert hogy azt gondolom, hogy ő az életem része, hanem azért, mert hogy én szorongok, akkor nekünk terapeutáknak a szorongással kell foglalkozni, feltárni azt, megérteni azt, hogy én miért hozok akkora áldozatot, hogy benne maradok inkább egy kapcsolatba, amiben sérülök, mert hogy valószínű sokkal jobban vagy veszélyesebbnek élné meg azt, hogyha egyedül kéne. Gábor, hányszor lehet felmeríteni a töltött káposztát, mielőtt megromlik?
szerintem nagyon sokszor fel a töltött káposztát, igen, a kapcsolatot meg szerintem még többször föl lehet melegíteni, de hogy nem szabad ugyanott folytatni, ahol abba hagyták. Tehát, hogy ha nem tud kommunikálni egymással a pár, hogyha ha szélsőséges érzelmek viszik el az embert, akár föl, mert az is azt gondolom, hogy egy szélsőség, hogyha pozitív értelemben ez a rózsaszín köd, vagy negatív értelemben ugye az is egy szélsőség, vagy a mélység az is egy szélsőség. Tehát, hogyha ha meg tudják beszélni, vagy megérteni, és nem egymást használják, akkor azt gondolom, hogy tovább működhet a kapcsolat. De hogy egy idő után hiszem azt terapeutaként, hogy az embernek a személyisége sérül egy szakítás után. Tehát, hogy nehéz, nem tudja ott folytatni. Beszéltek arról egymással, hogy mi az, amit nem tudsz kezelni? Mondjuk a Zsuzsiban vagy fordítva? Tehát mi az a viselkedési forma, amivel te nem tudsz mit kezdeni, és nem tudsz ráhatni férfiként? Tehát akkor ott szétesett is, és igazából, vagy adott esetben fordítva? Mindannyi kettőnknek megvannak a saját hibái. Most én elmondhatnám, hogy neki mennyi hibája van, mert de akkor is én szeretem, és vele vagyok. Tökéletes számodra, ugye? Persze, tehát ez így van, most mondtad ki. Hát azért, ezt adtam így. Panaszkodhatnék reggelig, de... Igen? Igen. Így összeveszünk vágyat. Ennyi hibám van. Én szoktatok összeveszni. Jaj, hát... Kezelhetetlen. Nézzetek magatokba is kb. Ugyanabban. Hogyha te pároddal tényleg... Tök marhaságokon. Ki volt most a kezdeményező a békülést illetően? Vagy mi tart össze? Most tényleg össze fogunk veszni, amikor belemegyünk. Akkor mi tart össze benneteket? Szerintem az, hogy tényleg annyi mindent átéltünk, és mi nagyon szeretjük átélni a dolgokat együtt, nem? Én, nekem hiányoztál ennyi. Hát nyilván. Tényleg, szóval próbálkoztam sok felé, de nem láttam senkit. De igazából itt bejátszik ez a fránya kémia is, nem? Igen. Tehát, hogy igen. Igen, szex az nekem fontos. A szex az nagyon sokszor összehozza a pár, tehát hogy ez hülyeség, hogy ez nem fontos, de hogy nem, nagyon sokszor újra összehozza, és hogy sokkal jobbat tudnak szexelni ilyenkor a párok, amikor így összehet újra egymásra találnak. Jó a testi honzalom, nincs vele baj. Mind a filmekben. Mind a filmekben, igen, de ez tényleg ez így van, igen. Ez fontos valóban tényleg. De általában egyébként ki az, aki kevesebb ideig bírja a szakítást? Vagy... Azt hittem, hogy nem, de egyébként olyan sokszor nem szakítottunk, inkább veszek. De utána egy mosolyszünet következik. Persze, egyébként. És ki a kezdeményező a békülés terén? A békülés terén. Igen, de aranyosabb, hogy ősz is megüleget, és nyuszi, meg muszi, meg muci. Persze, mert már nem bírlak elviselni, hogy duzzogsz. Jó, akkor ennyi. És akkor mi történik, amikor oda megy és oda nyenyereg vagy akkor? Akkor eljátszom egy pár percig, de most már az a nagyon jó az egészben, hogy ha összeveszünk, most már röhögésbe csap a végén, tehát kinevetjük egymást, és akkor érezzük, hogy akkor annyira szeretek, hogy gyűlölek. Tehát ez a duma megy, amikor már így 5 év után tényleg kialakult bennünk egy ilyen olyan szeretet, hogy már csak nevetünk az egészen, és a végén rendben van. De most is 2 napig veszekedtünk, és most itt vagyunk, és szeretjük egymást, és tök jó keltünk. De azt el tudjátok képzelni, hogy együtt öregedjetek meg? Nem. Hát akkor nem biztos, hogy túl sokáig tart az öregkorom. Nem, hát remélem. Gyorsan persze. Megölszül. Én remélem azt, hogy persze az ember, akit szeret, azzal szeretne megöregedni, de azért nem menjünk ennyire erőre. Soha nem lehet tudni. Én úgy vagyok, hogy mának szeretek élni, szeretem a jelenemet megélni. Lelettem amortizálni. És én intenzíven élitek. Hát akkor úgy tűnik, megéritek a mát. Holnap még reméljük. Holnap meg megnézzük a címlapokat. Köszönjük szépen, hogy sikerült a mai napotok.